Szép jó napot kívánok a hölgyeknek, uraknak! A tábortűznél Pádár Ádám, Pintér Róbert, illetve Dömösi Gábor beszélget az öncélú retrózásról. Amikor feldobta Ádám ezt a témát, rögtön le is csaptunk rá, kérdés nélkül, tehát itt gondolkodni sem kellett, ugyanis tehát a nagy cégek előszeretettel használják ugyanis ki azt, hogy gyártanak nekünk egy rakat nosztalgia vonat élményt, játékba, filmbe, sorozatba ágyazva, akármilyen formában, amin szépen mi könnyezünk. Mert ugye mennyire jó volt akkor, amikor még a nagy csipkés terítőjén, a CRT monitorunk képernyőjén néztünk valamit, vagy játszottunk valamit, vagy a nagy csipkés terítőjén ott volt az a gyönyörű, kemény fedeles könyv, ami akkor annyira sokat jelentett nekünk, és most miért ne újrázzunk? Kicsit szebben, modern köntösbe, valójában az üzenet, illetve a valódi tartalomnak a visszaadása nélkül. Mi lenne, ha újráznánk egyet? Mert ugye lehet reprodukálni ezeket, ugye? Hát ezt most megválaszoljuk, mert az én válaszom szerintem nagyon az, hogy ezt nem lehet már reprodukálni. Ugyanis mindaz, amit akkor éreztünk, azt akkor tudtuk érezni, abban az időszakban, akkor azt olvasva, és nem az újrázását olvasva, vagy játszva, vagy nézve. Ez az egyik dolog. A másik, amit itt pontosítani kell szerintem, az az, hogy ezzel szerintem leginkább az a baj, hogy nincsen általában ezeknek a műveknek, vagy ha van is, akkor egyre jobban eleródálódik a saját identitása. Tehát megnézel egy olyan produktumot. Mondjál egyet. Stranger Things. Oké, okay, tetszik. Igen, mármint, hogy tetszik a példa. Én az első évadát a Stranger Thingsnek nagyon szeretem, de nem azért, mert tele van 80-as évek utalásokkal. És ahogy haladunk előre az évadokban, úgy egyre inkább azt érzem, hogy nagyon-nagyon erősen a cselekmény, illetve a karakterek rovására megy, hogy egy-egy adott cselekményt és egy-egy adott sztoriszálat kifuttatunk arra, hogy nézd, emlékszel erre, amikor még gyerek voltál? Ez milyen jó volt. És ezeknél pontosan ez a baj, hogy a produktum nem a saját értékeit próbálja meg fölépíteni, és ez alapján neked élményt teremteni, hanem lop konkrétan egy másik produktumtól egy már számodra létező élményt, és emlékeztet téged rá arra, hogy emlékszel arra, hogy ez akkor milyen jó volt? Érezzed ugyanazt most? Konkrétan egyébként két dolog. Az egyik, hogy nem azzal van a baj, hogy valami nosztalgiát kelt bennünk, vagy nosztalgiát... Nem feltétlenül a nosztalgia vonattal van a probléma. A nosztalgia vonat szerencsétlenségekkel van nagyobb probléma. Akkor van baj, amikor ezek öncélúak. Amikor azért van nosztalgia hullám valamiben, hogy legyen benne egy nosztalgia hullám. Hogy kipótolja azt a hiányt, amit a termék, a film vagy a mű maga nem képes fölépíteni. Így van. És nem képvisel ezáltal saját értéket. Igen. És ugye ez meg a másik fele, hogy nem visel ettől saját értéket. Tehát hogy pont ez a probléma, hogy így, hogy telenyomjuk nosztalgiázással, nem fog saját értéket teremteni az, amit megpróbálunk a közönség elé tárni. Van az a nagyon sokat használt ilyen írói technika, amikor ugyanis túl vagyunk a mű kétharmadán, narratíva szempontjából is, vagy egy trilógia záró darabjánál vagyunk, mondjuk a nagy lezárás előtt. És elkezdenek nosztalgiázni, tehát karakterek találkoznak, akik mondjuk nosztalgiáznak, és úgy felidézik azt, hogy milyen volt még a kezdetekkor. Na, ekkor működik. Mert kezded érezni az útjuknak az üdvözítő erejét. Tisztában van a mű a saját identitásával. A-ból B-be ezt
tettük le az asztalra. Ekkor működik. Amikor nem működik, és jó, hogy felhoztad a Stranger Things-et, mert én abból két részt bírtam megnézni, pontosan csak ezért tudtam két részt megnézni, mert amúgy azt éreztem, hogy megvan a tónusa a sorozatnak, ami engem úgy tényleg a képernyő elé szegez azért, mert várom, hogy valami történjen. Jó a misztériumnak a felépítése. Tónusilag nagyon szépen fel van építve, de... Érdekesek a karakterek. Igen, de amikor azt kell figyelnem, hogy igen, többségében csak annyi történik, hogy a 80-as évekbeli Spielberges kliséket puffogtatja az idegenekkel, akik jönnek valahonnan, még nem tudjuk, hogy honnan, és félünk tőlük, de lehet, hogy nem is kéne félnünk tőlük, alias E.T. A biciklizéssel megint az E.T. Mondom, ezekkel a Spielbergi manírokkal, mert rengeteg ilyen van, tehát hogy most nem akarok belekezdeni ezeknek a felsorolásába, de a karakterek is azok, tehát nem véletlenül van az, hát hogy Spielberg gyerek... Spielberg meg nagyon igen. A 80-as évek Stephen King feelingjére próbál építeni, például nagyon, a bicikli srácok nem is az, hogy E.T., de nagyon erősen épít ugye az Azra. Igen, igen. Sőt, még az a vicces, hogy még kicsit gondoltam még egy kis David Lynch-ességre, ami misztérium felépítésével hát meg, kapcsolatos. Hát meg ugye az akkori horror antológiáknak a stílusára igen. Is épít nagyon erősen. Tehát először ugye a hogy kezeli a karaktereit például, tehát az először tipikusan. Először a Stranger Things alapból egy antológia sorozat akart lenni, és minden évben más helyszínen játszódott volna más karakterekkel és más sztorikkal, ugyanúgy, nem tudom milyen zone volt a neve annak a sorozatnak, ahol mindig más horror részeket mutattak be. Twilight Zone. Aha. Twilight Zone meg a mesék a kriptából. De akkor ugyanide földobhatjuk egyébként az American Horror Story-t is, ami ugyanez egyébként, igen. Hogy az is egy horror, ami hát horror, fogjuk rá, ami mindig más, minden egyes évad, más-más helyszín, más-más karakterek, más-más időben játszódik, és az ugyanígy működik egy antológiaként. Ez Netflixes az amerikai? Nem tudom, talán nem. Viszont a másik ilyen, ami ilyen modernben is működik, és ugyanerre a koncepcióra van felépítve, az a Black Mirror. Igen. És ezek működnek. Ugye a Stranger Things úgy döntött, hogy inkább folytatja ezt a sztoriát, és az első évadot én még szerettem is, és volt egy jó kis katarzis élményem vele a végére, és mert bírtam a karaktereket, érdekelt a kapcsolatok, érdekel, hogy hova fut ki a sztori, és az agyam valamennyire kizárt ezeket a dolgokat, főleg azért, mert én egy csomó mindent, ami a 80-as éveknek ilyen nagy kult cucca volt, én ezeket nem láttam. Tehát az utóbbi 3-4 évemet azzal kezdtem el 30 éves fejjel tölteni, hogy ezeket elkezdtem bepótolni, és én jelenleg most fedezem fel ezeknek a filmeknek a nagy többségét, mert gyerekként vagy nem voltam hajlandó megnézni, mert féltem tőle, vagy nem ismertem, vagy nem érdekelt. Tehát egy elég szűk metszete van meg nekem ennek a korszaknak ezekből a dolgaiból, így ezért egy csomó minden nem jött nekem át az első évadból, ami ilyen utalás volt, csak így a nagyon tényleg nagyon ismert részei a dolgoknak. Bocsánat, azért annyit hozzátennék, hogy itt ne, lehet, hogy úgy jöhet én most így át, hogy beszélünk erről, hogy egy kicsit specifikusabbak legyünk. Nem is feltétlenül az a bajunk, hogy stílusban most így ezt így vezeti fel, és hogy erre futtatja ki, mert jó, lehet az akár egy omázs is. De itt nem egy omázsról van szó, jaj, hanem de arról, felhoztad ezt a szót, ezt hozzáfűzni. De nem is omázsról van szó, nem hanem... Nem is lehet omázs. Jó, akkor ezzel is mindjárt beszélünk. Az a problémám az, hogy ahogy néztem a Stranger Things-et, láttam színészi játékot, láttam elemeket, amik ott voltak, és nagyon jók voltak önmagukban, de hogy mi az összekötő szövet ebben, ami ezeket egy közös nevezőre hozza, és elindítja egy irányba,
Azt nem éreztem. Még a Stranger Things nekem annyira nem is, tehát szeretem, meg jó, de nem azt mondanám, hogy egy nagyon rossz példa, mert vannak pozitív elemei. Igen, van, de azért több van, is. De azért bőven vannak olyan elemek benne, ahol elkezdtem, főleg a második, harmadik évadnál elkezdtem nagyon erősen azt érezni, hogy ez a jelenet csak és kizárólag azért van, mert itt föl kellett építeni egy emocionális csúcspontot, és nem volt semmi más eszközük rá, csak az, hogy emlékszel-e a végtelen történetre. Ja igen, de tök jó volt. Oké, csúcspont. Csá. Tehát a harmadik évad végén van egy jelenet, ezt most így elismerem, el is mondom, spoiler, aki nem látta. Engem meg nem érdekel, igen. Ahol konkrétan arra futtatják ki a katartikus élményt, hogy az egyik srácnak a barátnője, akit végig rádión próbálnak elérni, és lassan nem is hiszik el neki, hogy van barátnője, mert nem veszi fel a rádiót a lány. A katartikus élmény, tehát a tetőpontnál ez a lány fölveszi a rádiót, és belebeszél a mikrofonba, és tőle kapják meg a kulcsfontosságú információt, hogy feloldják a cselekménynek ott ott a konfliktusát. És ahhoz, hogy ez megtörténjen, ahhoz a srácnak el kell énekelni a kedvenc dalát a lánynak. És ez a végtelen történetnek a dala. Tehát a csúcspont itt az, hogy jaj, de jó volt a végtelen történet. És így ennyi. És így itt fogtam a fejemet, hogy jó, oké, tök jó volt a végtelen történet, de engem ez hol érdekel? Tehát engem az érdekel, hogy haladjunk a cselekménnyel, meg hogy annyira... Ez volt az a pont ennél a sorozatnál, úgy ledobta az agyam az égszíjat, hogy azt mondtam, hogy nem ár. Színász, te se szereted a végtelen történetet, vagy van valami problémád ezen? Nekem a végtelen történet egyébként az kifejezetten tetszett. Én azt szerettem, azt meg gyerekként láttam. Tehát nekem az beleégett az agyamba. Viszont a csúnya az egészben az, hogy ez az öncélú nosztalgiázgatás, ez pontosan az, ami egyébként a kocsmákban esetleg lezajlik, beültök egymás mellé két sörrel, és így te, emlékszel milyen volt, amikor? És ez ilyen 50-60 éves emberek között szokott lezajlani beszélgetés, akik visszaemlékeznek a saját gimnáziumi éveikre. Ez a tipikus mennyire jobb volt régen, holott kinyitnád a szemed, hogy mi van a valóságban, és elkezdenél egy kicsit jobban figyelni a dolgokra, lehet, hogy találnál értékeket most is. Egyébként a... Nem is csak az, hogy mennyivel jobb volt régen, a minden jobb volt régen itt. Ez a megfogalmazás a lényeges. Mert igen, voltak régen jó dolgok, és igen, emlékezzünk vissza a jó dolgokra, de ne azért, hogy vissza legyen rá emlékezve, hanem hogy abból valahova lendüljünk előrébb. És ami nekem egyébként itt ennek a kapcsán felugrott, az a Ready Player van. Amit egyébként ti dobtatok föl, hogy azt én láttam, és tök igaz, abban pontosan ez megy végig, hogy ülnek egymás mellett a 60-as fickók, és így egymás bögdösik oldalba, hogy te emlékszel még régen, amikor a mit tudom én melyik játékkal játszottunk? Meg amikor ezt a sorozatot néztük. Ráadásul kirendezte azt a filmet. Steven Spielberg. Bocs. Tehát az egész egy saját magának egy ilyen panteon állítás, hogy jaj, de jó voltam én régen. Igen, meg mondjuk... Még a könyvhöz képest is, mert sokkal több olyan Spielberg dolgot belenyomott, mint ami a könyv... Mint ami igen, könyvben. Igen, és a csúnya az egészben az, hogy tele van ilyenekkel, de tele van olyanokkal is, ami a mai embernek egy nosztalgia kettő évvel ezelőttre. Tehát az, amikor kijött az a film, és tele van rakva Overwatch-os karakterekkel, Starcraft karakterekkel, a vizualitásában olyan dolgok vannak, Mecha Godzilla. Minek? Miért kellett nekünk Mecha Godzilla? Arra hány ember emlékszik, hogy volt ilyenünk, hogy Mecha Godzilla? Ezt úgy föltenném a kérdést, hogy ez erre bárki emlékszik, aki 40 alatti? Kell emlékeznünk? Most kell egyáltalán emlékeznünk rá? Igen. Na, itt a jó kérdés. És nem csak, hogy kell rá emlékeznünk, hanem hogy azért volt benne, hogy emlékezzünk rá, vagy egyszerűen csupán kellett egy rohadt nagy robotmonstrum, ami jelképezi alapvetően, hogy a Ben Mendelsohn által alakított milliárdos az egy természeti erőt
természeti erőnek a robot leképezésébe, robot leképezésével próbál végigmenni az ellenséges seregen. Valahol egyébként a film, hogyha figyelsz, vagy illetve a könyv, pontosan ezt próbálja neked lefesteni, hogy amíg ezek az emberek ebben a virtuális világban arra, ezekben a szép emlékekben kapaszkodnak, addig a valóságot mögöttük nagyon brutálisan elhanyagolják. Igen. És esik szét. A filmben is megvan ez, csak ez ilyen 3,5 perces jelenet körülbelül, amiben ezt megpróbálják elmagyarázni. Csúnya egyébként az az egészben, hogy Mecha Godzilla is úgy jön elő, hogy berakjuk a főgonosz alá. Kérdezem én, hogy a főgonosz, aki elvileg azt az értéket képviseli, hogy ő már pedig mindent a profitnak és a cégnek fog alávetni, biztos, hogy jó alá egy 80-as évek előtti nosztalgiát betenni? Ezt nem ő választott. Tehát ő azért választotta azt, mert nem azért, mert nosztalgia számára, mert ő nem tudja, hogy mi van. Tehát, hogy ő neki a fülébe sukják ezeket a dolgokat. Ugye van is egy ilyen jelenet a filmben. Ő ezt nem tudja. Tehát ő csak kiválasztotta azt, ami így, ami amúgy ironikus módon pont annak a robot leképezése, amit a japánok álmodtak meg, miután rájuk dobták az atombombát, és azt mondták, hogy a természet fogja azt a pusztítást úgymond kiegyensúlyozni, amit az atombomba okozott. Igen, tehát csak utána emlékszünk arra, hogy Mecha Godzillával kiszáll harcba? Tehát kérdezem én, hogy biztos, hogy ez nem kifejezetten egy Spielbergtől kapott utalás volt arra, hogy mi a rossz és mi a jó film a 80-as években. Tehát, hogy mi volt az, ami nagyon rossz volt és nem szeretjük, és ezért beraktuk a főgonosz alá meg a Godzillát. És a jó fiúk alá meg bedobtuk Gundamet, mert hogy az mennyire szeretik. Aha. És meg a Godzillát mennyien nem. Magyarul nagyon szépen meg lehetett volna csavarni ezzel, azt arra akarsz nagyon kitérni. Szépen meg lehetett volna csavarni, hogyha a főgonosz tényleg egy olyat választ ki, aki semmi más miatt nincs kiválasztva, csak mert nagy, erős, meg monstrum. És bedobjuk alá Gundamet. Aki meg egy ilyen nagyon pozitív élmény mindenkiben. Mert ez viszont tudott volna ezen a helyzeten csavarni, de minek? Nem akarunk rajta csavarni, azt akarjuk megmutatni, hogy az, amit régen ti szerettetek, az jó, amit régen ti nem szerettetek, az rossz. Tehát te döntöd el, hogy mi volt a világban jó vagy rossz. Te, aki most itt ülsz és nézed ezt a filmet. És ez direkt öncélú nosztalgiázás, ugyanúgy, ahogy a Kubrick jelenet is a ragyogásos hotellel, de egyébként a komplett film tele van ilyenekkel. Végig van tolva az Atari játék, amivel aztán a végén megnyerik az egészet, az ugyanez. Azért van benne, hogy legyen benne valami. Értem én, hogy a nagy varázsló az egésznek a végén, nem tudom már, hogy hívják, aki a játékot tervezte, ő egy ilyen nagy rajongó volt. Oké, rendben, értem. De ezt értettem az elsőnél is, értettem a másodiknál is, és a harmadiknál már kezdett picit fárasztani az egész. Amikor már a harmadik kulcsot, meg a sokadik feladatot oldják meg, és mindegyik, vagy 80-as, vagy 90-es évekre való visszautalás. Értjük. Oké, rendben. Ez már az a kategória, amikor nem így bögdösik egymást oldalba az öregek, hogy emlékszel, hogy milyen volt a gimis évben, hanem amikor odaül melléd egy 40-es, 50-es, 60-as ember a kocsmában, és megbögdösi az oldalad, és elmeséli az ő saját történeteit. Haj, de szerettem még a régi Kós János dalokat, apikám. És lány, zongor. Igen, és akkor, ez egy örömszörda. Igen, és akkor eljutunk ide. Tehát annak a filmnek a végére, mert tényleg itt voltam, hogy jó, oké, értem, jó volt nektek a 80-as években, jó volt nektek a 90-es években, menjünk már! Szerintem egyébként Spielberg ezt egészen hűen reprezentálta. Tehát, hogy nem is feltétlenül a 80-as évekbeli
tónussal, amit ugye alárakott, mert szerintem az egy hibás reprezentációja jelenleg a gamer kultúrának, de ő ebben gondolkodik, ez az ő jegye. Nem tudom, hogy a könyv az olyan volt-e, hogy a 80-as évekbeli dalokat ott is tolták folyamatosan, illetve olyan utalásokat tettek, én ezt nem tudom. De azt viszont tudom, hogy, és ezt már elmondtam, hogy a játék, a videójáték az egy összkulturális termék. Tehát, hogy abban minden benne van. Tehát ilyen igazi BMW leves, bele minden vackot leves, és teljesen megértem azt, hogy tényleg minden van benne, és igen, benne van. Ez is. Még a Stanley Kubricknak a ragyogása is benne van, holott mondjuk tudjuk, hogy azért van benne, mert ugye Spielberg és Kubrick nagyon jó tesók voltak. Úgyhogy én nem feltétlenül látom benne az öncélú nosztalgiázást, sokkal inkább a hű reprezentációját ennek a közegnek. Bocsánatot akarok kérni Színásztól. Behúztam a csapdámba. Én dobtam fel neki a Ready Player One-t, hogy hozza fel negatív példának, és itt lecsapom a labdát, ugyanis hoznék egy ugyanilyen példát, ami ugyanezt csinálja, mint a Ready Player One, ugyanígy az össznépi játék dzsemborit így összerántja, és ennek ellenére van egy identitása, és jól csinálja a dolgot. És ezt úgy hívják, hogy Rontó Ralph. Anna, ezt akartam bedobni, igen, ezzel akartam jönni, igen, hogy a Wreck-It Ralph, hallod, az konkrétan ez. Ami minden egyes tized másodpercben kapsz egy játékutalást, és nem zavar, azon egyszerű oknál fogva, mert a film identitása az, hogy az egy játékvilágba játszódik. A koncepció része az, tudatosan, nem azért, lehet úgy is értelmezni, hogy aha, az ott ismerem, meg azt is ismerem, de alapvetően az egész rendszer, ami föl van húzva rá, az a történetet szolgálja. És azt szolgálja, hogy tehát kell ahhoz, hogy megértsük azt, hogy Ralph a sztoriban egy nagyon régi arcade játékgépnek a gonosz szereplője. Igen. És egyébként, amikor mondjuk összeül a terápiás szakkör például, akkor ugye ugyanúgy a negatív szereplők más játékokból ott vannak, amiket ugyan felismersz, viszont bele közrejátszik a történetben. Egy szociális környezetet kapsz köré, amiben működik a karakter, és ő tudod, hogy ő ebbe benne él. Jó, most értem, hogy mit akartok mondani. Tehát magyarul... Amíg a sztorit szolgálja ide, konkrétan. Ezzel szemben a Ready Player One-ban a karakterek nem is karakterek, hanem csak skinek, magyarul kinézett tartalom nélkül, mert valójában igen, csak egy ember van mögötte, aki Csilli-Villinek gondolta azt éppen, de nem tölt be semmilyen szerepet, és nem ad hozzá semmit magához a történethez. Jól értem? Amit igen, és ha megnézed az egész Rontó Ralphot, ugye a Rontó Ralphnak az egész eszmélysége, meg a szelleme, az egész katartikus csúcspontja arra van építve, hogy Ralph egy játéknak a gonosz karaktere, és nem tudja elfogadni önmagát. És konkrétan nekem az a Disney rajzfilm, mert ez egy Disney rajzfilm, mert csak nem is Pixaros, hanem konkrétan a Disney csinálta. Ez egy olyan rajzfilm, aminek a csúcspontjánál, amikor Ralph ugye megpróbálja megoldani a dolgokat a lánynak, akkor konkrétan nem csak fizikálisan, de mentálisan szembesül azzal, hogy ő valójában kicsoda. És ott elmondja a gonosz szakkörnek a monológiát, és akkor érti meg, és akkor fogadja el magát, és akkor szembesül az egésszel, és én ott eltörtem és elbőgtem magam, mert az a gyönyörű kép, amit lefestenek azzal, hogy igen, te egy elrontott ember vagy, te egy hibás ember vagy, akinek problémái vannak, de ettől te még értékes vagy. Igazából, tehát igen, a Rontó Ralph az tökéletes ennek. A csúnya a Ready Player One-ban az még csak nem is feltétlenül az, hogy dobálózik a játékos társadalomnak a dolgaival, hanem az, hogy mikkel. Tehát, hogy mik felé érzünk nosztalgiát.
Mert ha megkérdezel egy játékost, aki kőkeményen gamer, nem ezeket fogod visszakapni. Nem az Atari játékot fogod visszakapni. Super Mario-t, Mortal Kombat-ot fogsz visszakapni. Egy csomó olyan játékot, ami annó tényleg nagyon jó volt, és tényleg szerettük, és ha bárkinek földobod, aki ebben a kultúrában jártas, van neki egy ilyen aha élménye. A labirintust, azt ha földobod, akkor nem mindenkinek lesz ez meg. Kubricknak a ragyogását meg egyáltalán nem, az valószínűleg csak azért volt ott, mert Spielberg ugye az meg nagyon jó. Ezt az egyet hagy olvassam fel, még a Ralphra visszatérve. Tehát az egész film erre az egy, minden egy, az összes nosztalgia vonata, az összes minden, amit felépít, erre az egy üzenetre épül fel, amire így, amikor a csúcspontjára érsz, így csöndben, halkan, ahogy zuhan lefele, így elmondja, hogy rossz vagyok, de ez jó. Sosem leszek jó, és ez nem rossz. Nem cserélnék senki másra. Ez nagyon jó. Igen, igen. Tehát de ezért mondtam, hogy nem a nosztalgia vonattal van a baj, a nosztalgia vonat szerencsétlenséggel van a baj. És kíváncsi lennék, hogy neked mi a nosztalgia vonat szerencsétlenséged. Az, jó, az enyém az egy olyan, ami még ki sem jött. Ó. De már most látom, hogy az számomra úgy ki fog siklani, és egy olyat fog borulni, mint semmi más. Ezt úgy hívják, hogy Warcraft Reforged. Vagyis a Warcraft 3-nak a felújított változata, ami talán idén fog kijönni, őszintén nem figyelem. Pontosan azért, mert meg akarom kímélni magamat a fájdalomtól. A Warcraft 3 az talán a kedvenc játékom. Tehát, hogyha nincsen Knights of the Old Republic 2, akkor az a kedvenc játékom, és pont ezért fog fájni, érzem. Idén a WoW-nak a klasszik verziója fog kijönni. Ami ugyanilyen vonat szerencsétlenség egyébként, mint a Warcraft Reforged. De nem financiális szempontból, vagy nem fogadtatás szempontjából, nem. Hanem mint az eredeti értékeinek, sőt, még a WoW Classic-ben még nem érzem ezt ennyire masszívan, de a Warcraft Reforged-nál nagyon az eredeti értékeinek a sárba tiprása az egész. Az a durva, hogy nagyon erőteljesen kezd el építeni a média arra, hogy tehát nem csak egy-egy filmbe kezd el a média arra építeni, hogy ilyen dolgokat felépítsen, hogy nosztalgia vonattal beráncson, hanem konkrétan régi címekkel, mint mondjuk a Warcraft Reforged. És ezt, ha megnézed, ugyanígy működik filmeknél. Jaj, csináljunk egy Ghost in the Shell filmet. Jaj, csináljuk meg az Oroszlán Királyt még egyszer. Jaj, csináljuk meg az Alitát. Jaj, csináljuk meg a mit tudom én mit. És még nem is az a probléma ezekkel a filmekkel, vagy ezekkel a bármikkel, amit már említettünk az előző videónkban. Melyik volt ez a videó? Hát nézzem, a Mauglis volt? Igen, a Mauglisban, igen, abban. Hogy nem is az a probléma, hogy azt egyszer ugye megcsinálták, és az többször, vagy hát igen, ebben a videóban is említettük, hogy egyszer megcsinálták, és az akkor volt jó, és stb. Még nem is ez a baj. Hanem igazából az a baj, hogy ez olyan, mint hogyha ilyen rajzszeruzákkal megpróbálnánk így újra rajzolni a Monalizát. Tehát, hogy a Warcraft 3, srácok, ez egy tökéletes játék. Tehát pont, tehát vannak dolgok, amik így pont akkor, abban az időben kijöttek, olyan emberek dolgoztak rajta, olyat tettek le az asztalra, úgy fogadta be én, meg mindenki más, ahogyan, és tökéletes. Nem lehet mit rajta egyszerűen, még nem lehet mit hozzátenni, mert kerek egész. Tehát, hogyha megnézzük, hogy ott van a Warcraft 3 Reign of Chaos, az alapjáték. A Frozen Throne már egy kicsit bomlasztotta az összképet. Annak ellenére, hogy imádom a Frozen Throne-t, nagyon durva cselekménye van, nagyon feszes cselekménye, imádom a sztoriát, imádok vele játszani, kibővített a játékmenete, jobb a zenéje, minden nagyon jó, de a kibővített játékmenet már belerondít az alapjáték élménybe, tehát már
valahogy egy ilyen idegen test, egy ilyen diablós játékmenettel már megjelent benne, ahogyan kibővítették a játékmenetét. Tehát nem alkot egy olyan csiszolatlan kerekegészet, mint a Reign of Chaos. Na, mit akarnak felújítani a Reign of Chaos-t? Természetesen, mert amúgy nem a StarCraft jött ki régebben, és azt kellene egyébként felújítani, mert azt kellett volna felújítani, bár lehet, hogy azt is jobb lett volna hagyni csak úgy, de úgy felújítani a StarCraftot, nem úgy, mint hogy remasterelni, mert kijött a StarCraft Remastered, van ilyen, azt kellett volna újra alkotni konkrétan. Tehát pontosan úgy, ahogy kell, 3D-s motorral, 3D-s objektumokkal, mindent így szépen újra összerakni, pontosan olyanra, amilyen volt. Jelezném, meg tudod rajzolni a Mona Lisát zsírkrétával is, de ehhez olyan tehetségnek kell lenned, akinek teljesen mindegy, ha barlangrajzot csinál is, az zseniális lesz, és ilyet körülbelül 200 évente fogsz egyet. Esélyed nincs így összerakni a Warcraft-et újra. És nem a Blizzardnál fog dolgozni valóban. Bocsánat, nem az Activision-nél fog valószínűleg. Így van. Igen. És ugye a másik probléma az az, hogy persze a StarCraft-ot is újraalkothatnánk, de a StarCraft ugyanebben van. Igen. Azt ugyanúgy nem tudod újraalkotni, mert olyan lesz, mint hogyha az újadat belemártottad volna a festékbe, és megpróbálnád újra rajzolni. Igen. Itt a Jokernek a monológiát idézném, hogy vagy meghalsz hősként, vagy addig élsz, amíg te válsz gonosszá, és ez nagyon sok mindenben így működik, nem csak játék újrázásoknál, hanem ha megnézed általában a szórakoztató média hajlamos arra, hogyha valami nagyon jó, akkor addig kell facsarni, amíg abból pénz van. És nem megállni ott, amíg annak a címnek úgymond értéke van, meg nem tiporjuk a sárba a presztízsét. Tehát presztízse van konkrétan annak a játéknak, hanem eltiporjuk addig a dolgot, amíg már a végén sokkal több olyan cím kijön egy franchise-ból, ami rossz, mint sem jó. Például Terminátor. Például egy rahedli bármifén, például a Marvel képregényeknek az utóbbi 70 akárhány évének a nem tudom hány borzadályos címe. Rengeteg ilyet lehetne mondani. De fordítsuk le ugyan ezt, amit most mondtál a Warcraftre, a Reforged-ra. Mert mi történik ott? Kiragadták az egész játéknak a legikonikusabb pályáját, és azt demozták a, nem is tudom már mikor, mindegy, agyérgörcsöt kaptam, talán a BlizzCon volt az, igen, valószínűleg a BlizzCon volt, mert ugye házon belül tartja ezeket a Blizzard. Na, kiragadták a legikonikusabb pályáját, az ember kampány 6. pályáját, ami a Culling névre hallgat. Ez a pálya a játék tónusának, mindenének, karaktereinek az egyik legnagyobb fordulópontja. Azért, mert ugye van a Warcraftben, a 3-ban egy Darth Vader sztori, ezt ugye Arthas herceggel követik el. Egy jobb a Darth Vader sztori, mint ami akkoriban lement Darth Vaderre. Ez a vicces. Ez a vicces része, sőt már előbb ment le, mint a Darth Vader, a Lucasféle Darth Vader sztori. Na most itt, tehát itt egy olyan bravúrt hozott össze a Blizzard, amit nem fog tudni, és az a vicces, hogy most sem érti, hogy csinálta meg ezt a bravúrt, mert már ugye nem a Blizzard van, hanem az Activision Blizzard áll már mögötte. Tehát az a pálya az azért olyan brutálisan erős. Tehát tényleg úgy, tehát olyan gyomrost kapsz ott, mint sehol máshol. Mert úgy van prezentálva, úgy van előadva, és a játék egésze mindenestül, a pálya felépítéstől kezdve mindenig egyben van, és jól van elhelyezve a történetben. Hát ott van az újdonság ereje, akkor találkoztál ezzel az egésszel először, akkor fedezted fel ezt az egész dolgot. És ehhez még hozzáveszünk ezt is. Na, rendben, nosztalgiázzuk szét magunkat, ne vegyük hozzá azt, amit most mondtál, mert hát nosztalgiázunk, rendben. Mivel szembesülünk? Megnéztem azt a demót, siralmas. Egyszerűen. Tehát annyira csak a felszín és a márka van már csak mögötte, hogy ez valami kriminális. Ott van a pályafelépítés. Pályafelépítés, azt a WoW-ból vették át.
Mert természetesen egy MMORPG-ből kell meríteni egy valós idejű RTS pályájának az újra dizájnolásakor. Természetesen. Tehát te nem is tudom, hogy ez kinek az ötlete volt. Igazi gyökér, aki nem ért valószínűleg a játék dizájnhoz. Valószínűleg ez a helyzet. Aztán ott van még a... Egy nagyon szép listát csináltam. Színász, mondjad? Földobnék egy olyat a pályadizájnhoz kapcsolódóan, hogy itt megint csak azért a WoW pályadizájnját kell bedobni, mert a WoW az már egy nosztalgia. És? Tehát, hogy elismerik az emberek. Egymásra pakolunk egy rakás nosztalgiát, és reménykedünk benne, hogy ez az egész torony, ez megáll. Igen. És márka. Tehát ez már márka egyesítés. Ja, hát persze. Igen. Az muszáj, mert márka egyesítés nélkül, érted? A WC-re nem megyek ki. Természetesen. Ott lesznek, biztos vagy benne, ott lesznek a lecserélt szinkron hangok. Na, itt fogok. Tehát tényleg. Srácok. A problémám az, hogy mások voltak a szinkron hangok. Akik lehet, hogy... Tehát lehet, hogy mondjuk nem voltak annyira tapasztaltak, mint most a mai nevek. Viszont jobban hozták így is a karaktereket, mert úgy lettek beválogatva, hogy hozzák azokat a karaktereket. Abban a sztoriban. Ehelyett mit csinálnak? Hát kit válogassunk be Arthas hangjaként? Patrick Zajcot. Nem tudom, hogy mond-e nektek a neve. Mindegy, Patrick Zajcnak nagyon jó ilyen mély hangja van. Tehát így van egy ilyen, egy ilyen lendületes mély hangja. Rendben, totál nem illik Arthashoz. Arthasnak nincsen mély hangja, tehát hogy ez ennyire egyszerű, és rögtön ellentmond a szőkeherceges imázsának, és miért? Mert Patrick Zajcot a Lich King szerepére vették fel. Az a baj, és itt megint csak, hogy utána kijött a WoW, és lehet, hogy én vagyok rosszul összerakva. De én most egy picit a Reign of Chaos-ról átnyergelnék a Frozen Throne-ra. Igen. És ott jött be egy karakter, aki egyébként a Warcraft világában egy ikon. Igen. Aki Arthas mellett, meg Thrall mellett egy összefüggő ikon. Ez Illidan. Akit a WoW-tól kezdve már Liam O'Brien szinkronizál, akinek én imádom a hangját, és zseniális az, amit a csávó lenyom. Nagyon jó Illidanként, de az eredeti Illidan hangot, ami a Warcraft 3-ban van, nem tudja überelni, és szimplán azért nem tudja überelni, mert pont a tapasztalatlan szinkron hangság ad az egészhez egy pici pluszt. Igen. És én imádom, mondom, imádom Liam O'Briennek a hangját, mint War, a Darksiders-ben tökéletes. Igen. Zseniális. De itt az a baj, hogy átcserélték rá azért, mert ő addigra egy nagy név lett. Igen, nem érződik Liam O'Brien hangjában az, ami Illidant nagyon komolyan meghatározza, hogy ő rohadt sokat beáldozott egy olyan ügy érdekében, amiben a tündék közösen hittek, és utána betbörtönözték 10 000 évre, és sokszor a saját hangját nem hallott a 10 000 évig, és ezért halkan beszél. Igen. Halk a hangja. Nem ilyen dörmögős, túlerőltetett, mint amilyen Liam O'Brien hangja. És itt vannak ezek a problémák. És biztos vagyok benne, hogy Laura Bailey Jane-aként nagyon jó lesz, mert most is az, nem fogja... De el fogja adni a tapasztalatlan Jane-át is, de nem... Nem ugyanaz. És, van és itt ne csúszunk rá a nosztalgiára, mi se, mert nem az a probléma, hogy lecserélték a régieket. Nagyon jók azok a hangok a WoW-ban, tényleg iszonyatosan jól működnek. De egy más élményt adott a játék, és ezt az élményt nem fogod tudni azokkal reprodukálni, akik a WoW-nak az élményét adták. Ez két teljesen külön dolog. Élmény és tónusz szempontjából. Igen. És emiatt nagyon jók, tényleg, de sajnos Liam O'Briennek Illidan karaktere az pont olyan, mint Matt Mercernek McCree. Hogy csak egy mondatot elég, hogyha idézel
az ő karakterétől, és így látod körülötte lángolni a teret. Mert annyira unja. Mert annyira sokat csesztették vele. Uh-huh. Pontosan ezért, mert igen, a nosztalgiára ráültünk, és akkor ó, akkor még őt visszahívjuk még egyszer. És persze megcsinálja, mert munka, és szereti a munkáját, de ettől függetlenül már ő is marhára unja. Igen. Igen. És ez a váltás egyébként már a WoW-ra sem, WoW-nál sem működött, de mindegy, ebben nem menjünk bele. Amiben viszont mi bele kéne menni, mert van itt még egy-két dolog. Az átvezetője a Kalimnak, annak a pályának. Na, ez egy, az, egy, az egy mesteri átvezető. Tehát az ismételten egy tökéletes átvezető. Annyi történik, hogy Arthas azt mondja, hogy le kell mészárolni az egész várost, mert pestises és élőholtak lesznek az emberekből. Ezt Jaina és Uther mellette két másik karakter azt mondja, hogy nem, mert ez, mert itt biztos, hogy kell lennie valami megoldásnak, és Jaina ezt meg amúgy se tudja végignézni, hogy a szerelme az ezt fogja csinálni. Tehát rohadt nagy a tét, rohadt nagy a dráma. Tehát tényleg elértünk egy komoly csúcspontot. És az a vicces, hogy Arthas elfordul mindenkitől. Tehát így érezhető a kameraállás, a mozgás, ahogyan, mint ahogy mondtad, Pádi, hogy kamaradarab jellegű mozgás van benne, néhány karakter, és pont úgy minden beállítva, ahogyan az kell lennie. Esik az eső, ködös minden, nem látsz semmit az ég egyet a világon, klausztrofób az egész jelenet, úgy, ahogy van. Ezek fontos dolgok, és aztán, ahogy Arthas elhutározza, hogy nem, ő bizony a hercegi státuszára hivatkozva bizony lemészárolja a teljes várost, akkor kameraváltás első óra, hogyan kell effektíven használni kameraváltást, szöget, lemegy így a kamera, vált egyet, lemegy a kamera Uther és Jaina a szempontjára, és azt lehet látni, hogy oda, ahova Arthas ment, az egy ilyen kisebb domb, és onnan hercegként leszól az alattvalóihoz, hogy bizony ti ezt fogjátok csinálni, és kész. És hogyha nem tetszik, akkor lehet elmenni. Na ez olyan erős, ez az egész jelenet, hogy ott, amikor ezért volt az, hogy amikor ott 2002-ben ezzel játszottam, akkor én így, bennem így egy világ összetört. Mert ezek mind ott kellenek, hogy legyenek, ezek az apró kis dolgok, hogy ez így működjön. Ha ezek nincsenek ott, és ezt láttuk a demóban, ha ezek nincsenek ott, akkor igazából csak annyi történik, három karakter megáll a város előtt, beszélgetnek, nem értenek egyet, a kettő elmegy a dolgára, és egy meg marad, és azzal játszod a játékot. És ennyi jött át a demóból, semmi extra, és biztos vagy benne, hogy nem csinálják meg. Nem fogják megérteni a Blizzardnál, hogy ezt a pályát, meg az egész játékot mi tette annyira nagyjá. Miért működik ennek a története annyira jól? Ez a sok apró dolog miatt, dizájnjában, kinézetében, narratívájában, szinkron hangjaiban, zenéiben, és még sorolhatnám, ezek miatt működik annyira jól, ennek az összessége adja ki a Warcraft 3-at, és ez az, amit nem fognak tudni reprodukálni. Beledöglenek akkor sem. Ha már szóba hoztuk ezt, hogy mennyire nem tudja megállni a szórakoztatóipar az, hogy ne felje ki teljesen a pénzhozó tehenet, azért szeretnék hozni két pozitív példát is. Nagyon ritka, de van az az eset, amikor az alkotót nem borítja el a siker, és azt mondja, hogy gyerekek, én ennyit akartam mondani, itt megállok, és innentől ezen túl szeretnék mással foglalkozni, vagy élni a kis életemet, és ezt így szépen meghagyni. Egy képregényes példát akarok hozni, ő pedig Bill Watterson. Ő a Kázmér és Huba című strip sorozatot rajzolta 9 évig. És a 9. idézőjelben évad után azt mondta, hogy köszönöm, ennyi volt. És nem volt se nagy csinnadratta, se semmi, nekem otthon megvan ez a 9 kötet így szépen sorba kirakva, tehát az életpályája az úrnak. Úgy, ahogy van, gyönyörű szép az egész, imádom,
megvan ugyanaz, végig megvan benne az a tiszta eszenciája, amit úgy szeretek benne, és az legvége, a legutolsó képsor az úgy záródik, hogy egy deka dráma, vagy egy semmi olyan extra nincs benne sirámkodás, hogy ja, itt a vége, búcsúzzunk el, mit tudom, tehát nincs semmi extra elbúcsúzás, hogy itt most lezárjuk. Egy ugyanolyan képsor az utolsó is, mint az összes többi, és csak ugyanúgy hozza azt a hangulatot, és így szépen elengeded azzal, hogy elmennek, és kész. A másik ilyen, amit most olvastam egy pár napja, hogy ugye nagyon sokan találgatták azt, hogy a Quentin Tarantino miért csak 10 filmet csinál. És most, amikor volt egyszer egy Hollywood, a kilencedik jön ki, most egy kicsit megmert nyílni arról, hogy elmondja azt, hogy ő ezt azért nem tudom hány 10 évet csinálja. És azt mondta, hogy jó, ebből az életemből egy ennyi időszakot rászántam arra, hogy én egy filmes legyek, és azokat a filmeket, amiket én tudok és szeretek megcsinálni, azokat megcsináljam. Bocsánat, a Kutyaszorítóban az első filmje az olyan 92 környékén jött ki. Tehát magyarul az öreg az most már egy olyan, hát mennyi? Majdnem 30 éve pályán van. És azt mondta, hogy jó, ezt a 10 filmet, ha letudom, akkor ez az én életművem, ennyit akarok, ezzel, tehát és ez a 10 film az, tehát én mondom meg azt, hogy ennek hol van vége, és meddig tart. Tehát a kezébe tartja a dolgot, nem azt mondja, hogy még csinálok annyit, ameddig rossz nem leszek a fogyasztóim, a közönségem, a rajongóim szempontjában. Azt mondta, hogy 10 film, ha megvan a 10., lerakom, mert élem az életemet, és leraktam az életművemet, az én saját elképzelésem és szabályaim szerint. Hát mi is leraktuk a magunk kis mérföldköveit. Az első ilyen például az, hogy fenn vagyunk újabban Spotify-on, illetve SoundCloud-on, ez utóbbiról le tudjátok tölteni az adást, illetve YouTube-on, Facebook-on lehet minket követni, úgyhogy Színász mondani akar valamit. Ha rátok tudod a nosztalgia hullám, akkor lehet Spotify-ról, meg SoundCloud-ról visszahallgatni a régi adásokat. Csak hogyha már ugye a nosztalgiáról beszélgettünk, akkor adjunk azért annak is, hogy persze, minket is lehet már most nosztalgiázni, és már most elég régóta toljuk, ha azt veszed. Igen, és mi nagy eséllyel ugyanolyan jók leszünk sokadszori hallgatásra is. Nem fogjuk remasterelni, nem fogjuk reforged-olni egyszer az adásainkat. Egyszer nosztalgiából azért visszahallgathatnánk az első adást. És ezt szerintem meg is fogjuk ejteni. Én nosztalgiából heti rendszerességgel visszahallgatom. És fogod a fejed, mi? De mint állat. Jó, rendben. Szerintem akkor ezt meg fogjuk ejteni. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük megtisztelő figyelmeteket. Vigyázzatok magatokra. Szervusztok!